Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Ivanatura televíziót láthatják, és ezen belül is az Ezotere Fere adás sorozatunkat. És 2024-ben az első adásunk nagyon kedves és megtisztelő vendége, Kis József Zsolt. Szia Zsolt, nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Szeretettel, tisztelettel köszönöm a meghívást, és köszöntöm az érdeklődőket, nézőket. És ugye, ami a legjobban érdekli ilyenkor az embereket, minden új évkor, mindegy, hogy milyen típusú új év van, mindegy, hogy milyen nemzetiség vagyunk, mindegy, hogy miben hiszünk, mindenkit egy picit érdekel az, hogy mi várható a következő évben. Valahogy megszabadulunk egy kicsit az előző év nehézségeitől, van egy ilyen energetikai érzetünk, hogy valahogy le tudjuk és ott tudjuk hagyni a múltat, és valami új nyitás történik, és Zsolt mindig a segítségünkre van, mint mentálhigiéniás szakember, asztrológus, illetve elmondhatod, hogy mivel foglalkozol még, mi minden tudomány az, amit szeretsz igénybe venni és hozzátenni ahhoz, hogy egyfajta prognózist és előrejelzést tudjál adni nekünk és a kedves nézőknek erről az évről. Hát röviden mentálhigiénés és segítő szakember, asztrológus, ebbe több minden benne van, amiben képződtem és használok. Leginkább a lényege az, hogy ami alapján szoktam beszélni, megnyilatkozni ilyen témákról, akár a saját YouTube csatornámon, előadásokon, különböző fórumokon, az egyrészt a saját önismereti utam, a saját szellemi törekvéseim, annak a rögös ösvénye azon járva, és amit a személyiségfejlesztésben, segítő hivatásban, emberek sorsának a kísérésében különböző eszközökkel összeszedtem, tehát ennek a kivonata, illetve még egy, hogy mindenki hoz valamilyen képességet, egyfajta holisztikus látásmódot én már születettel hoztam, ezért jött valójában az asztrológia használata is, mint jelfigyelőrendszer. És egyébként kapcsolódva a bevezetődhöz, ilyenkor, hát valójában január 1-én általában semmi nem történik, de mégis azért van jelentőség ennek, mert sok ember hisz ebben, van egy naptárrendszerünk, ami egyébként önkényes, tehát az időminőségével nincs úgy összefüggésben, vagy a szakralitással alapvetően. Sok ember, mivel energiát tesz ebben, érzelmet tesz ebbe, ezért a csoport egregorba, csoport tudattalamba jelentősége van. Egyébként valójában azt mindenki tudja, hogy a természet rendje szerint a téli napfordulóval kezdődik az év, asztrológiai szempontból pedig márciusban, jelesül most 24-ben, március 20-án. És igazándiból ugye egy nagy előadást tartottam most a téli napfordulóval, egy szertartással egybekötve, ami a YouTube-on megtekinthető, és majd fogok egyet március 20-án is a következő időszakról, ami valójában 25 áprilisig, tulajdonképpen március végéig érvényes, mert hogy nagyon sűrű időszak előtt állunk megint, illetve már abba vagyunk benne, de szerintem ezt mindenki érzékeli. Zsolt, mielőtt egész konkrétan belekezdesz egyfajta ilyen előrejelzésbe, amit a számok, a bolygóállások mutatnak. Miért hisznek az emberek ennyire sokan a horoszkópba szerinted, a horoszkópba és az asztrológiába? Mert azért rengeteg minden van, ami próbálunk kapaszkodni, próbálunk egy kicsit előrébb látni, előre gondolkodni, előre tervezni, de például te miért hiszel abban, hogy ez működik, vagy beigazolódott ez neked esetleg hosszú idők óta? Hát igen, ha nem igazolódott volna be, akkor igen, nem csinálnám. Nyilván ez egy önsors világismereti, ősi, jelfigyelő, antropológiai rendszer, ha rövid definíciót mondanék. Különböző kultúrák kitermelték a maguk asztrológiáját, a közismert, hogy van védikus, maja, kínai, ugye európai, valójában az arab közvetítéssel Mezopotámiából került ide, tehát különböző asztrológiai rendszerek vannak, végeredményben ugyanoda vezetnek. Én magam elég szkeptikus ember vagyok eredetileg, tehát én a tudomány oldaláról jövök, eredetileg filozófiát végeztem, sőt csillagász akartam lenni, még annak idején gimnáziumban, és tehát én akkor használok valamit, hogyha meggyőződök annak a működéséről, és hát most már azért elég hosszú ideje én erről meggyőződtem, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy azért használom, mert ez egy eszköz és nem több. Tehát az asztrológiai horoszkóp az egy térkép, és nem a térképen kell megtanulnunk járni, hanem az úton vagy az erdei ösvényen, és a helyén kell használni, tehát nem helyettesíti adott esetben a
egy vallást, vagy egy szellemi praxist, amit el kell végeznünk, vagy magunkon egy önreflektív folyamatot, önismereti, vagy akinek kell terápiás munkát, hanem segédeszközként, és van egy olyan fölébredt szint, egy olyan tudatosság, ami már inkább egy spirituális szint, ahol ez az eszköz tulajdonképpen feleslegessé is teszi magát, olyan, mint hogy a buddhista tanmesében a csónak, amivel átkelünk a túlsó partra, azt magunk mögött kell hagyni. Valójában, hogyha ez nem olyan eszköz lenne, ami csak eszköz és nem több, vagy egy ponttól nem tenné feleslegessé magát, de az egy nagyon-nagyon magasztos pont, persze nem véletlen, hogy szellemi kasztok mai napig is használják az asztrológiát, akkor valójában nem is kezdtem volna el használni, vagy alkalmazni. Rajt, és akkor hát kérlek, avassál be minket, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amik várhatók szerinted? Hát igen, nyelek egyet, talán észrevetted meg a nézők is, és azért nyelek egyet két dolog miatt, mert óriási téma, és annak ellenére, hogy nagyon sokat beszélek erről, nem könnyű megfogni, és ezért is tervezem azt, hogy ezen előadáson túl még az év közben is, hogy vannak a havi prognózisaim, meg lehet, hogy plusz ilyen videókat is gyártok, hogyha lesz rá kapacitásom, időm, anyagi lehetőségem. De minden esetre nagyon röviden azért egy picit bevezetőt mondanék ahhoz, hogy ugye olyan lesz a jövőnk, amilyen a jelenünk. Ez egy nagyon fontos dolog, a jelenünk pedig a múlt terméke. Tehát hogyha ugye különböző projekciók rákerülnek az új évre, azt érdemes reálisba tenni, és annyira reális, amilyen a személyiségünk, mert ugye azt kell néznünk, hogy minek a folytatásában vagyunk. Másrészt, ahogy a YouTube-on, a videókban is mindig általában egy ilyen tematikus pontok, tévés nyelven szólva vágó pontot keresek, hogy milyen új témát kezdhetek, mert amit a jelfigyelő, mint égi tolmács jelen esetben én csinálunk, az nem más, mint hogy mindig tapasztalunk valamit, és azt a nézőnek, a befogadónak el kell döntenie, hogy mihez képest tapasztalunk. Tehát, hogy ő miért van itt személy szerint a fizikai világban, mi az emberi élet célja, mert csak ehhez képest érdemes bekalibrálni, hogy mi az a tapasztalási mintázat, amiben benne vagyunk. Képzeljük el, hogy egy világegyetembe járunk, egy iskolába, ahol tapasztalunk valamit, és ha úgy tetszik, hogy ha van emberi ébredés, vagy fejlődés emberi értékekben, erényekben, szeretetben, tudatosságban, szerintem van, és ennek összefüggésében nő az ember belső szabadsága, szabad választása, szabad akarata, akkor tulajdonképpen, amikor nézzük az idő minőségét, akkor a tananyagot mondom el, hogy mikor mit tanulunk, mikor miből vizsgázunk, mikor van szünidő, mikor van gyakorlat, mikor van elmélet, de az rajtunk múlik, hogy mit tanulunk belőle, mit kezdünk vele, az okmánnyal, a tanultakkal, és a többi is. Itt mindig lehetőségek vannak, és feladatok, és én magam is az előadásokon, a videókon mindig ezeknek lehetőleg a legideálisabb megoldását, vagy választási lehetőségeit mondom el. Azt meg általában a befogadóra bízom, hogy beazonosítsa, hogy ő vajon milyen tudatszinten tart, hiszen egy tantárgyból meg lehet bukni, lehet vizsgázni közepesre, vagy akár kitűnőre, dicséretesre, és ugyanúgy be lehet lőni, aki ezt magára veszi, az emberiség vagy egy közösség tudatszintjét, hogy én elmondom, hogy mi lenne a legideálisabb feladat, de ahhoz képest, hogy hol tartunk, akkor nem biztos, hogy olyan kellemes dolgok történnek, hogy ha azt alacsony tudatszinten éljük meg a kollektívben, ami ott van a kollektív tudattalamban, a múltunk következményei képpen belső motivációk és külső tettek. Tehát időfolyamról beszélünk, és például most, hogyha megnézzük, több ciklus kezdődött. Először is az emberiség egy olyan szellemi és kultúrkorszakban van, ahol több alkorszak most váltásban van, és ez most felerősödött. És ez, nem akarok visszamenni nagyon régre, de amikor a legerősebb időszak kezdődött, az a 20 elejétől induló időszak, amikor aktiváltam a YouTube csatornát szándékosan, mert akkor indult ennek a mély szakasza, és én úgy mondtam, hogy a 20-21 egy előkészítő év a mély gyökeres alapvető strukturális változásoknak, pontosan a 20 az előkészítő év, a 21-22 a küszöb, a 23 a változások előszobája, hát most 24 belépünk a nappaliba, maradva a ház és a lakás hasonlatnál. Na most ami, hát ha ciklusokat nézünk a 24-es évben, akkor 24 január nagyjából 20-áig, majd aztán még néhány hónapra ez visszatér szeptembertől, szeptember elejétől novemberig,
egy olyan ciklusbólnak a végjátéka van, fináléja van, vagy végső újraismétlése és elmélyítése van, mint tapasztalási tananyag, ami 2008-ban kezdődött, lehet gondolkodni, hogy 2008-ban mit kezdődtek el kollektívan a világban. Azért hivatkozok kollektív dolgokra, mert ugye senkinek nem ismerem a saját életét, viszont ami a természetben, a gazdaságban, a politikában történik, nagyobb dolgok, azt ugye mindenki tudja, be tudja azonosítani. És ez ugye miről szólt? Minden valójában, ugye én egy önismeretben, sorsismeretben segítő szakember vagyok, tehát ehhez értek, ez a dolgom, ráadásul minden belül dől el, nem kívül. Tehát az ember tudatában, személyiségében, elméjében, és így teremtjük a jövőnket, a kollektív jövőnket, a külső világban úgy tudunk változásokat megtenni. Ezért így mondom ezeket a lehetőségeket, feladatokat mindig, hogy kint, bent egyszerre. Bent, tehát van egy ilyen hívószó, hogy Ahogy vagyunk a fizikai világban, abban alapvető, mély, gyökeres, strukturális változásokat kell végrehajtanunk, általában mindenben, ami struktúra, ami szisztéma, és amit általában meg kell tervezni. Na most belül milyen struktúra van? A személyiségünknek a struktúrája, és volt egy olyan feladat, aminek a végjátéka lesz, hogy minden ember a személyiségének a struktúrájában menjen el a gyökerekig, most nem általánosan és nem randomszerűen, hanem egy bizonyos életkor után mindenki rájön arra, hogy mi az ő fő önismereti témája. Mi az a legnehezebb vakfoltja, a fő mumusa, ami a nagy elakadás, ami ismétlődik az életében, gyerekkor óta hurcolja magával, már ezt a mintát hozta és berögzült. Na most ez az időszak 2008-ban kezdődött, hogy ezzel szembenézzünk, amennyire lehet ezzel foglalkozzunk, ahogy Jung mondja, az árnyékot kifényesítsük, ezt beépítsük, ezt integráljuk, realizáljuk, és ez jelenti, most nagyon röviden, hosszabban beszélek erről az előadásomban, most csak röviden, na ennek a legerősebb szakasza lesz, hogy ebből mennyit csináltunk, meg már egyénenként érdemes belenézni a visszapillantó tükörbe, mert hogy én azt látom, pont amire rákérdeztél, használva akár az asztrológiát, vagy embereknek segít, hogy a világban rend van, nem véletlenül nevezik a görögök kozmosznak ezt az egész dolgot, amiben vagyunk, rendnek, rendszernek, és azt a hasonlatot hoztam, mint a váltófutók, hogy a stafétapotot átadják. Ugyanis január 20-tól indul egy olyan időszak, egészen szeptember 2-áig egy nagyon komoly ízelítőt kapunk belőle, ami viszont véglegesen 24. november-decemberben indul el, egészen 2044-ig. Ez egy nagyon komoly ciklus. Itt már arról van szó, ja és bocsánat, még egy, hajlamos vagyok a fizikai világ, én a fizikai világról kevesebbet beszélek, és ezeket így kapásból elfelejtem. Egy picit még, ha megengeded, visszatérek, mert hogy nyilván ha belül alapvető strukturális változásokat kell végrehajtanunk, ugye itt úgy képzeljük el, hogy a kozmikus időnek minden alá van rendelve, és mondjuk ebben a stúdióban ez a beszélgetés folyik, és a VNTV csatornáján ezt nézzük, hogy ha átkapcsolunk egy más csatornára, akkor más adást nézzük. Na most, akit a Földön van, és itt tapasztal, mindenki ezt a műsort nézi, mármint amit a Földön tapasztalhatunk, ezért kint bent, fönt lent, ez az időminőség tapasztalható a természetben, a gazdaságban, a politikában, mindenhol, sőt a világot látható és láthatatlanul irányító erők vagy személyek is ezen időminőségnek vannak alárendelve, és ezen időminőség tapasztalási mintázata alapján hoznak döntéseket csak ott, amilyen tudatszinten és úgy, ahol tartanak. Ha alacsony szinten tartanak, akkor olyan döntéseket hoznak, amik destruktív jellegűek vagy visszaélőek, ha magasabb szinten, akkor az ideálisabb megoldáshoz közelebb kerülnek. Tehát, hogy mi a feladat 2008 óta? Hogy minden, ami struktúra kívül és fizikai struktúra, azokat mélyen és gyökeresen át kell alakítanunk. És gyakorlatilag ebben minden benne van, tehát az embernek, ugye kezdtem azzal, hogy az önmagához való viszonya, a természethez való viszonya, az egymáshoz való viszonya, és ez gyakorlatilag főleg a fizikai struktúrákat jelentette, tehát gazdaság, pénzrendszer, élelmiszer, energiahasználat, újrahasznosítás, a földelemmel való kapcsolatunk, tehát minden ilyesmi. És azt kell beazonosítani, hogy ha az ember egy olyan rendszert épített föl, ami nagyon elszakadt a végső rendtől, a valóságtól, a természettől, és esetleg ebben nem akar valódi üdvös mély reformokat végrehajtani, akkor növekszik a súrlódás, növekszik a kényszer. Tehát magyarán ezekben a rendszerekben egyre több lesz a válság, vagy az összeomlás közeli állapot. Ha rájövünk, vagy rájönnek, vagy kitermelünk olyan vezetőket, akkor hajlandóak mélyebben belenyúlni ezekbe a rendszerekbe,
Ami azt jelenti, hogy mondtam ezt a hasonlatot, hogy ha omladozik a ház fölöttünk, és egy nagy közös házban élünk, ugye ezt a szimbólumot használtam az egész bolygóra, akkor lehet, hogy nekünk kell hívni a buldózerest, a bontóbrigádot, áldozatot hozni érte, átmeneti felfordulást vállalni, hogy ne legyen aztán kényszerű összeomlás, tehát ne legyen, ne zúduljon ránk, vagy ne legyen káosz. Ezen az üdvösebb megoldás, tehát valójában én, ez csak egy szubjektív meglátás, szerintem olyan mértékben eltértünk a rendtől, a természettől, a realitástól, hogy gyökeresen át kell alakítani struktúrákat. És ennek van most egy végjátéka, hogy ezt belássuk, és ebből fakad aztán a következő leckecsomag, amit említettem, hogy egy hosszú ciklus indul. Na ezt megint mondom belül ez azt jelenti, hogy ha valaki jobban realizálta magát, a félelmeit, a vakfoltjait, behalászta, beemelte, és amit realizáltam, azért tudok felelősséget vállalni, és amit realizáltam, és amiért felelősséget vállalok, ott születik a szabadság, a függetlenség, az autonómia, ami az emberi léleknek egy alapvető törekvése. Hát itt meg kell születnie az egyediségnek, hogy bájjon mindenki a saját helyére, jól elfogadjam, hogy én, mint egyéniség ki vagyok, az egyediségemet, a másságomat, másoknak a másságát, milyen másság az, hol vagyok egyenlő, hogy vagyok különböző, hogy vagyok ezzel az egyenlőséggel, és hogy tudok élni jól a szabadságommal, ami szerintem az önismerettel, tudatossággal, belső realizációval, felelősségvállalással függ össze, és ez belül építhető föl. Kívül csak relatív szabadságban vagyunk, mert a létnek van egy függő természete, azon belül viszont fontos, hogy ne zsákmájoljuk ki egymást, és tartsuk függésben egymást, vagy akár áldozat, akár tettes szerepből. És akkor ebből fakadóan például az emberbarátság, az embertestvériség, hogyan tudok a közösségben, mint egyén éretten részt venni, akár mint vezető, akár mint tag. Ezeket kell, és ezeket a fogalmakat, és nem csak fogalmakat, meg nem csak ideákat, meg nem csak eszméket, hanem ennek a megvalósítását áttenni a gyakorlatba. És hát tulajdonképpen ez egy ideológiai reform, ideológiai forradalom, ez egy társadalmi reform, eszmei forradalom időszaka lesz, ha kint nézzük. Sőt, hogyha nagyon belül nézzük és spirituálisan, ez egy fölnövés. Az emberiségnek egy olyan fölnövése, hogy ugye ha megnéztük, akkor eddig volt egy ilyen gyermeki individuális korszak. A szakemberek is arról beszéltek, hogy hát személyiségzavaros vagy felnőtt gyermeki társadalommal éltünk. Most ugye mondhatnék példákat, hogy szociálpszichológusok milyen kutatásokat végeztek erről, most nem akarok ebbe belemenni. Marad az individuum, csak ez már a felnőtt individuum. Tehát nem az van, hogy majd a papa meg a mama megment, a párt meg a kormány meg a tudomány, hanem én nőjek föl, vagy jön valami proféta, aki majd vezet, mert nem annyira a gyökérguruk proféták kora van, hiszen a világ meg van váltva szenvedő szerkezettel, meg van világosítva, hogy csak két gyökérgurút mondjak, Buddha és Krisztus óta, és nekünk, bennünk van a Buddha természet, vagy a krisztusi természet, ehhez föl kell nőni egyrészt személyiségből, másrészt szellemiségben. Tehát valójában ez egy szellemi tudati forradalom, és kívül valójában ez már a közösségi lét, a kooperáció, a csoportosulás, az emberbarátság, a női-férfi barátság, a nők között a női testvériség, a férfiak között a bajtársiasságnak próbatétele, az emberiességnek, az általános emberiességnek a próbatétele lesz és vizsgái, és ez hozza tehát a közösségi, már nem annyira a fizikai struktúrák, hanem rá másolódik, hogy már a társadalmi együttélésnek a reform időszaka is jön. Na most itt, ha kívül nézzük, megint mindenki azonosítsa be, hogy szerinte az emberiség hol tart. Ugye, hogyha ideálisan nézzük, akkor itt az emberi értékek alapja való összefogásoknak kell elindulni. Az autonóm, a belülről már önmagukért felelősséget vállaló szabadabb emberek spontán, autonóm csoportosulása, ahol az emberbarátság eszméje valósul meg. Ugye ez lenne az ideális szint, most nagyon-nagyon röviden. Ha nem, akkor olyan társadalmi reformok jönnek, amik előbb-utóbb esetleg káosz szülnek, lázadásokat szülnek. Most nem azt mondom, hogy csak 24-ben, mert ez egy hosszabb időszak, adott esetben polgárháborúkat szülnek, vagy bejön egy szabadsággal, egyenlősséggel visszaélő, ateista, öntudatlan, egóra, éretlen személyiségre épülő, technokrata, diktatórikus rendszer,
ami az egyenlőség és a szabadság eszméjével visszaél, és egy totális kontrollt vezet be, ami majd később szerintem megint csak lázadásokhoz fog vezetni, vagy, de az valószínűleg már erőszakosabb fajta lesz nyilván, mert ezért fontos, hogy minél több ember nőjön föl, vállaljon felelősséget magáért, mert ha realizáltam magam, akkor érettebb viselkedésre vagyok alkalmas, és érettebb személyiség tud nem valamit elpusztítani, nem valami ellen tenni, nem valami ellen harcolni, hanem megvalósítani valamit. Tehát például azt gondolom, hogy ezekben az időkben megnövekednek egyrészt a spirituális típusú összefogások, és az érték alapú olyan összefogások, amikor jó értelemben alternatív működő rendszereket kezdenek fölépíteni az emberek, akár hivatalos rendszerekből kiszakadva, de nem pusztító módon. Nyilván, aki későn ébred, vagy éretlen személyiség, és észreveszi, hogy, hogy is mondjam, káosz van, vagy valami nagyon-nagyon kontrollba bekerült, van, aki sokáig nem fogja észrevenni, de aki észreveszi, akkor pedig, hát ugye kicsit van ez a előadásban, beszéltem a birka hasonlatról, hogy akkor önként belemegyek a vágóhídra, és még örülök is neki, vagy pedig az utolsó pillanatban észreveszem, mert hogy olyan tudatszinten vagyok, viszont akkor lehet, hogy már erőszakhoz folyamodok. Ugye? Tehát ugye most itt fölvillantottam néhány dolgot, ezekből már ide több, és ezek az ideológiai, eszmei háborúk is, tehát jobban bejönnek egyrészt a kozmikus rendhez, az a végső valósághoz, a darmához kapcsolódó, közelebb álló eszmék és értékek, és a szélsőséges, pusztító ideológiák is, amik világosan látszik, meg látszani fog, hogy éretlen személyiségből, vagy valami öntudatlanságból fakad, tehát kompenzáció, mert a saját identitásom nincs felépítve, identitászavarom van, nem fogadtam el magam, nem vagyok a helyemen, ezért másokra akarok uralkodni, másokat akarok kirekeszteni, és itt van egy következő, ugye a harmadik téma, aminek a csúcspontja tavasszal lesz, és egyébként meg ez egy 14 éves ciklus, és itt pedig arról van szó, amit már fölvezettem régebben, mert hogy ennek már volt mindennek szerencsére van előkészítése, hogy minden, ami anyag, megfogható, megfogom a testemet, ásványvilág, növényvilág, állatvilág, és minden, mert azt tudjuk, hogy ez az anyag, tehát hogy nem csak kenyérrel él az ember, sőt, ugye elsősorban ugye nem kenyérrel, viszont azért a fizikai testünknek meg kell maradnia, mert ez hordozója a személyiségünknek, az elménknek, az egónknak, amivel meg tapasztalunk. Tehát itt arról van szó, hogy ez a feladat arról szól, hogy hogyan tudjuk a kozmikus vagy a végső rendet fölismerni a természetrendjébe, a fizikai rendbe, és ugye ott van egy hierarchia, és a hierarchia kifejezésben a görögből benne van a szent uralma. Hogyan tudjuk a szentséget lehozni a mindennapokba, az anyagba? És nem akarok nagy szavakat használni, de úgy mondanám, hogy az anyagot átszellemiesíteni. Tehát minden, ami a túlélés, minden, ami a fizikai testünk, az egészségünk, és ami ehhez tartozik, meg élelmiszer, termőföld, pénz, ami tulajdonképpen egy értékrendnek a mérője, egy energiának a mértékegysége, szoktam mondani, mint a folyadéknak mondjuk a liter. Tehát ugye arra költjük a pénzt, vagy régebben, amíg árucsere volt, ami számunkra értékes, és ez a belső értékrendünktől függ. Tehát itt gyakorlatilag két dolgot kell, az ideális, közelebb kerülnünk, hogy végrehajtanunk. Egyrészt, hogy elmében, belátásban lássuk meg, hogy az anyagnak is szellemi természete van, és nem önmagában létező, miközben persze van egy fizikai része, illetve, hogy ez az anyagvilág a tudati, szellemi természetünket, akár karmikus tartalmainkat tükrözi, vagy személyiség tartalmainkat tükrözi, és ne idegenítsük el egymást, magunkat ettől. Mert pontosan ebből születik az, hogy sokkal, ha reálisabban viszonyulok, akkor felelősségteljesebb vagyok az anyaggal, gondoskodóbb, de kevésbé fogom kizsákmányolni, mert kevésbé függök tőle. Ha valamit kizsákmányolok, akkor valamitől függök, akkor kizsákmányolok. Másrészt ehhez mondjuk így, hogy érzetileg és kicsit érzelmileg is kapcsolatba kerülni. Hogy valahol minden az, amit úgy gondolok, hogy élettelen, az nem élettelen, az élő és lelkes. És itt eszembe jut Grand Pierre Attila, aki napfizikus, és tudom, hogy nálatok is voltak, aki már eleve könyvet is írt a napfizikusok közül, a nap egy élőlény és élő természet, hirtelen eszembe jutott. Tehát, hogy érzelmileg is, és egyszerűen, hogyha már én érzem, mint a jó gazda, ugye, akinek a szeme hízlalja a jószágot, ahogy szokták mondani, mert érzelmileg is kapcsolatba kerül, és így kéne
például fizikai testtel való kapcsolatba kerülésünk, hogy van egy fizikai része, van egy személyiség része, van egy tudati és szellemi vagy karmikus része például a betegségeknek is. Most el tudnám sorolni ezt mind az energiahasználatban, az oktatásban, bármiben. Az említett előadáson bővebben beszélek erről, és hozok példákat. Már ideig kéne eljutni, és tulajdonképpen a legmagasztosabb feladat az lenne, hogy ennek mentén hozni reformokat. Az egészségügy kikérdésekben, most az egész világszinten, az oktatásban, a termőföld használatában, az energiahasználatában, a pénzrendszer átalakításában, mert azt gondolom, hogy a spirituális emberek is egyetértenek, hogy ez a pénzrendszer tarthatatlan, mert nem az emberértékek alapján működik. Meg mondjuk így, hogy azok, akik hát nem feltétlenül felébredten kezelik a pénzrendszert és hozzák létre, azok is azt gondolják, hogy tarthatatlan. Nyilván azért, mert akkor kevésbé tudják fönntartani a kizsákmányoló rendszert. Tehát ebben mindkét oldal egyetért, de a megoldások már nagyon eltérőek, hogy tehát az látszik például, ebben az időszakban valószínűleg gazdasági átalakulások, pénzügyi különböző átalakulások, de a természet is, mert minden, amit ez a dolog arról is szól, hogy a biztonságunkat ne kívül keressük, hanem belül. Mert túlságosan, mert amúgy is az a normális, mert az ember túlságosan kihelyezte a biztonságát, és akár folyamatokban, természeti elemekben ez a biztonság, vagy a fizikai biztonságunk jobban meginokhat, kaphatunk eljelzéseket, akár egyébként időjárás, légkör, a kozmosz bejelentkezése, élelmiszerreform, vagy élelmiszer problémák. Ugye ezek már ugye mindenki azonosítsa be, hogy hol tart a gyakorlatilag az emberiség. De itt az a lényeg, hogy magunkban, és ezt a ciklust ezzel zárnám, magunkban nézzük meg, és megint visszatérek az eredetihez, hogy az az ember, aki önismeretben már kevésbé fél, kevesebb árnyéka van, van egy biztosabb belső kapcsolata magával, realizálta jobban, ez egy folyamat, ez egy törekvés, a belső tartalmit, azért felelősséget tud vállalni és szabadabb, akkor kevésbé függ másoktól, és reálisan a létfüggő természetétben jobban be tud illeszkedni, nyilván levegőt venni kell, azért enni kell, természetesen, de ezt nem úgy teszem, hogy kizsákmányolok másokat vagy a természetet, hanem visszaforgatom, másrészt pedig egy ilyen belső folyamattal kapcsolatba kerülök, azzal a végtelen energiaforrással, amire vágyunk, mert mire vágyunk, tulajdonképpen a harc miért megy a világban? Az életenergiáért, a szeretetenergiáért, a kettő részben ugyanaz, az emberi értékekért és a túlélésért. És hogyha én belül találom meg a felelősséget, a szabadságot, a biztonságot, a szeretet erőforrását, mert körülöttünk van, sőt bennünk van egy végtelen szeretetenergia, és egy érettebb személyiséggel, tudatossággal, már jobban kapcsolódok saját magam intimitásához, és jobban megélem az emberi kapcsolatokban az intimitást, vagy fölkapcsolódom, akkor ez az energia belül megvan, és nem kell kompenzálni. A túlságos kompenzációval van a baj. Generációk nőttek, én úgy látom, generációk nőttek föl elfogadás hiányban, identitászavarral, szeretetdeficitben, intimitás érintés hiányban, és hogyha ez nincs meg, és belülről nem gyógyítjuk, nem építjük föl, akkor kívül, és az anyagba keressük. Tehát ez pénzzel, vagyonnal, hatalommal, és így tovább próbáljuk ugye kompenzálni, ami növeli kívül ugye a hatalombágyat, a bírvágyat, stb. Míg a belső úton járó ember a helyérbe áll, magán tud uralkodni, maga képes változni, belülél meg a szabadságot, és nincs szüksége arra, hogy másokat kényszerűen változtasson, vagy megakadályozza, hogy változzanak, mert ők nem tudnak, mert ő fél a változástól, mások fölött uralkodjon, mert magán nem tud, mások szabadságát elvegye, mert belül nem szabad, elszipkázza a szeretet energiát, akár energetikailag, akár fizikai dolgokon keresztül, és túlfogyaszt megint csak, és nem forgat vissza, ami nyilván egy pusztulásba visz. Tehát a természettel való kapcsolatban is, a profit-profit-orientált gazdasági szisztémában is, ezt ugye világosan lehet látni. Én nagyon régen beszélek egyébként ezekről a dolgokról, ugye mi se tegnap óta ismerjük egymást, de ugye a 2000-es évek eleje óta beszélek erről, és azt látom egyébként, ez nem az én különlegességem személy szerint, hanem bárki, aki tágítja a tudatosságát, befelé halad, azért valamilyen szinten az a képesség, hogy tudatosan lássa a tendenciákat ma, akkor jobban előre fogok látni, ezért minden emberben ott van, tehát ez fölébreszthető többek között az asztrológia tanulásával is, egyébként mert egy jelfigyelő rendszer, majd egy külön adásban mondhat, hogy beszélünk erről is, mint eszközről. És akkor még egy témakört megemlítek zárásképpen,
És mondom, évközben erről többször fogok beszélni tematikusan és szándékaim szerint. Az pedig ahhoz kapcsolódik, hogy hát a világ egyrészt egyre olyan racionális, hogy egyre irracionálisabb, ezt most szabadon idézve Jungmann mondta elég régen, és valóban így van. Hát gondoljuk arra, hogy pénzügy meg tőzsde, a szakemberektől mit hallunk? Érzelmi kifejezéseket. Nem bízunk, meg hangulat. Tehát teljesen racionális dolgok, manipuláció és érzelmi és befolyásolt ügyek alapján működnek. Tehát itt arról van szó, hogy van egy olyan rész, és az érzelmek az embernek, emberlétnek a kenőanyaga, az érzelmeknek van gyökere, van forrása, és az mindenkinél egy. Mert mindenki keresi az egységet, a teljességet, mindenkiben ott van a szellemfélelem, meg a halálfélelem, és a túlélési ösztön, és ezek ilyen, az érzelmeknek ilyen gyökérforrása. És azért mindenki átél ezt-azt, ugye, bizonytalanságot, szorongást, félelmet, illúziókat. Itt nyilván ezek a szélsőségekkel van probléma. A vágy, ha elborít, az illúzió, ha elborít, a negatív érzelmek, mint például a düh, ugye, és még vannak negatív érzelmek, a félelem és a szorongás. Na most ezt kell most jobban megfogni kollektív szinten az emberiségnek. Ezért is van az, hogy jobban megjelennek majd, már ez elkezdődött, ilyen kollektív félelem meg szorongás keltő ügyek, amik nem csak azért jelennek meg, mert esetleg általunk kitermelt, főleg általunk kitermelt tudat és érdekcsoportok esetleg ezt vissza is élek ezzel, vagy azért, mert ő maguk is félnek, hanem ez olyan, mint a ragály, hogy ha félünk, akkor átadom a másiknak, aki erre fogékony, tehát ez minden csatornán azt gondolom működik, és ennek kell jobban a mélyre menni. És megint ugye a belső struktúráról beszélek, hogy nézzük meg, hogy hol vezetem meg magam, hol vezethetnek meg, és ezért hol leszek áldozat, mert hol keresek illúziókat, hol, például azt mondjuk, hogy van ez a fogyasztói őrület. Hát ez kell egy fogyasztó. Ugye? Tehát, hogyha valaki, mindig mondom azt a tanítványomnak is, hogy minél inkább legyél megvesztegethetetlen. Tehát nem vagy megvesztegethető érzéki alapon, bírvágy alapon, stb., akkor kevésbé szolgálsz ki, kevésbé állsz be különböző kollektív kizsákmányoló rendszerekben, mert nem vagy jó alany. Tehát én, mikor az egyetemre jártam, részt vettem egy olyan kísérletben, ahol ilyen reklámpszichológiai tesztekkel vizsgáltak embereket, hogy kire hogy hatnak a reklámok. Én nagyon örültem, hogy az egész évfolyamból szinte majdnem, hogy én voltam az egyetlen ember, aki legkevésbé hat, vagy egy-két ember között voltam. És egyébként nagyon összefüggésben az, amihez foglalkoztunk műhelyi munkákkor az egyetemen, például a Karolin és a Pszichológiai Intézetben, hogy minél tudatosabb a személyiség, annál kevésbé, minél érettebb manipulálható média által, szociális média által, reklámok által, és így tovább. Tehát ez oda-vissza, tehát ha az emberiség egy alacsonyabb tudatszinten csak az anyagba hisz, és attól függ, és közben sérült, nem gyógyította magát, nincs önismerete sok embernek, akkor sajnos bejön az a dolog, hogy a tükörből milyen vissza, amilyen a mosdó, amilyen a törölköző, csak anyagi szinten, és csak külső kényszerrel tanítható. Tehát most visszatérek ide, hogy az érzelmeink, félelmeink, vágyaink, a kibillentő érzelmeink forrásához térjünk vissza, mert ez az időszak hozhat egyrészt szeparációt is, mert félünk az érzelmektől, mert valakinek pont ez a probléma, nem férünk hozzá, vagy pedig elborítanak, és akkor kontrollálatlan válik. Tehát ez egy nagy témakör lesz, ez nagyjából az év közepén végig lesz velünk. A másik, az pedig inkább egy elme, egy kognitív munka, ami pedig arról szól, hogy hát a világ eleve az van, én azt látom, hogy ez már elkezdődött valószínűleg a görög-római kultúrkörben, ha megnézzük a görög filozófiát, Arisztotelész, aztán az ipari forradalom, amikor ír Shakespeare arról, hogy kizökkent az idő, hát már akkor Shakespeare akkor erről ír, aztán a felvilágosodással elérte egy öntudatlan egóra épülő ateizmus a csúcspontját. Szerintem ennek lett az eredménye, ez az ateista, szellemtelen és jellemtelen globál szisztéma, amiben most élünk. És gyakorlatilag ez azért is van, mert a racionális gondolkodás szintjéről föl kell lépnünk. A szimbolikus gondolkodás szintjére, amikor jobban egybelátom a dolgokat, és az analógiás gondolkodás szintjére, amikor még magasabbról rá tudok tekinteni. Ide hadd csatlakozzam, Le Zsolt, hogy ugye 2008-at említetted, mint induló, úgymond a tudatosodásnak egy induló folyamata kezdődött el, és gyakorlatilag azóta ez olyan szintre emelkedett, mint egy ilyen óriási kegyelmi időszak. 2008-tól kezdődően tulajdonképpen ez a krisztusi tanítás, ez a történelmi tanítás, ez most realizálódhat mindazok számára,
akik ezt tudatosan választják, és ugye a választást elősegítendően ott van az asztrológia, ott van rengeteg módszer, tudomány, tudás, ami most a rendelkezésünkre áll, és igazából a te elemzésed, a te, azt mondjuk így, hogy a te asztrológiát, hadd hívjam így, jó? Mert nagyon sokaknak vannak mindenféle előrejelzései, nem feltétlenül mindenkié emelkedik, és közelíti meg a legfelsőbb tudatszintet, ami a legmélyebb szeretett szintünk és a forrás maga, és a te asztrológiád már magában foglalja ezt a fajta kegyelmi állapotot, amivel te igenis realizálni tudod magad, azt a fajta isteni önmegvalósulást, ami már az emberen is adott esetben túlmutat. Ezt hogy látod? Hát én örülök, hogy így látod, ez egy visszajelzés. Én csak azt tudom mondani, hogy a videóimat, előadásaimat olyan fölkapcsolódással, meg olyan önmagam tisztításával, előkészítésével tartom meg, vagy belső munkával, hogy ehhez úgy méltó legyek, vagy közeledjek. Hogyha ebből így átjön valami, én köszönöm a visszajelzést. És olyannyira fontos dolgokat mondtál szerintem, mert csak annyit, hogy ha egészen nagy perspektívában nézzük ezt a dolgot, amit az elején mondtam, hogy most több kultúra és spirituális alkorszak váltópontjainál vagyunk, tehát spirituálisan és történelmi időkben vagyunk, és vegyük komolyan, hogy miért születtünk most, és miért tapasztalunk most, és miért kaptunk most személyiséget és fizikai testet, és azért, hogy ebbe az időszakban olyan dolgokat tudnak most emberek meglépni, amit évtizedek óta nem tudtak, vagy aki abba gondolkodik, hozott tartalma, ki tudja, mióta nem tudtak meglépni. És hogy említetted a Krisztusi természetet, hogy azért azt mindenki látja, hogy amit a gyökérguruk lehoztak, és most maradjunk Krisztusnál, hát abból kollektív szinten ugye alig valósult meg valami, mondjuk szinte semmi, most a kollektívről beszélek. Viszont abba a korszakba menetelünk bele, amikor mondjuk így, hogy az emberiség szellemi értelemben is a felnőtt korába lép. Tehát, hogy volt olyan korszak, amikor még nem is tudott élni a belső szabadságával. Most sokkal inkább tud. Tehát most egy olyan szellemi, tényleg olyan szellemi forradalom csúcsosodik ki, és nyilván nem csak 24-ben, hanem a következő években, amikor végre szabad akaratból, szabad választásból tudatosan elvállalhatjuk azt, amiért itt vagyunk. Tehát nem kevesebbről van szó, azért mondtam, hogy nagyon fontosat mondtál, és akkor ez még annyit, hogy akkor az év közepeli dolgot pont kapcsolódik, el tudjam varni ezt a szálat, hogy ugye ott tartottunk, hogy holisztikusan elméből látni a dolgokat, meg az érzelmeink forrásával kapcsolatba kerülni és felelősséget vállalni, és beállni abba a középbe, hogy sem nem szeparáció, vagy sem nem a vágyak, illúziók, negatív érzelmek elborítsanak, hanem az érzelmekben felelősséget vállalok, realizálom, és másik oldalon elmében meg nem ragadok be, arra nagyon kell vigyázni, hogy be fogott jönni sok impulzus, informatív, tanulás, stb., és így is egy információs kavalkádban élünk. Ráadásul egy manipulált információs, manipuláljuk egymást, tehát tudjuk, hadd ne soroljam. Mindig egy kincs az ilyen jellegű média, alternatív média források is, mint a VNTV, és aki meg tudott maradni függetlennek, meg tudott maradni autónomnak, pont erről beszélgettünk az adás előtt, és ez elismerésem is, nagyon fontosak ezek. Én mindig azt szoktam mondani a videókban, például erre, ami ide kapcsolódik, hogy egyrészt ne nézz sok hírforrást, mert ez egy mentális környezetszennyezés, egyébként fizikálisan is, elektroszmog meg, stb., ez nem értek, de azért lehet tudni. Másrészt teljesen felesleges, mert nagyon manipulált a világ, hanem belül, ha te minél tisztábban látod önmagad, akkor amilyen a szemüveged, úgy látod a világot, jobban, reálisabban látod a világot, fejleszted a belső munkával azt, hogy egybe lásd dolgokat, és akkor viszonylag kevés információból is össze tudod rakni azt, hogy mi újság, és nem kell, és itt arra kell, nem kell annyi információt halmozni, és itt arra vigyázzunk, hogy embereknél megnövekedett a hajlam, hogy akkor ahhoz, hogy a félelmeimet oldjam, vagy hogy jobban megértsem a dolgokat, akkor még több, nem tudom, még több csatornát megnéz, jó, hogy ez igaz, az igaz, ettől független együnk, mert ez megnövekedhet, és ne kapkodjunk a tanulásban sem. Tehát egyrészt az ateista ember bemehet abba a csapdába, hogy ezt tanulom, azt tanulom, mert akkor majd biztonságban leszek, akkor majd oldom a félelmeimet. Hát nem, mert hogyha nem ugye Einstein mondja azt, hogy egy problémát nem lehet megoldani azon a tudatszinten, ahogy fogan. Tehát, hogyha csak a racionális gondolkodást használom, és lemlépek egy magasabb dimenzióba, akkor toporgok, mint nagyanyó a diófa körül, és nem jutok tovább.
hanem a tudatszintemet kell emelnem, vagy ugyanúgy most, bocsánat, de ami a bulvár ezotériában, Pulhol és New Age-ben is megy, hogy sokszor ilyen vásári szintre viszik az önismeretet, szinte cirkusszát teszik, abba is belekapok egy kicsit, és akkor nincs valódi belső munka. Erre vigyázzunk, hanem helyette a tudatunk, a látásmódunkat szélesítsük, és mondtam, ezt az érzelmi munkát végezzük el. Kinek, természetesen, ami ki van porciózva és ahol tart, mert mindenki különböző feladatokat hozott, más szinten tart az életében, ha asztrológiailag nézzük ezt, nyilván korrigált egyéni horoszkópra lehet nézni, és ami még nagyon fontos ebben, hogy ez szüli majd ideális megoldást az évben, hogy hát elég kemény vajudással, ugyan, de amúgy is baj van ezzel az emberiségnek, de hogy valahogy a mindennapokban jobban érzékeljük azt, hogy vannak törvényszerűségek. Vannak olyan végső törvények, olyan végső valóság, vagy végső igazság, amit leír a nyugati spiritualitás, a nyugati okkultizmus, a gnosztikusok, az alkimisták, hát keleten a jóga filozófia, stb. Úgyis ott nevezik darmának is, mint végső erény, hogy tehát vannak érinthetetlen törvényszerűségek, egyiket a természetben is, aki pusztán természettudós, és a tudomány se csinál más, mondtam az bevezetőben, tudománypárti vagyok, vagy voltam, úgy tetszik még mindig, nyilván a korrekt tudományról beszélek, az se csinál mást, mint azt mondja, hogy ez most véletlen, majd kiderül, hogy az se véletlen, hanem amögött fölfedez. Ebből él a tudomány tulajdonképpen, az a hajtóereje, amögött is fölfedez egy törvényszerűséget. Tehát vegyük észre, hogy a törvényszerűségek mik azok, amik egyetemesek, és azok hogy szövik át a létünket. És ehhez kapcsolódjunk föl, és ezt valósítsuk meg az együttműködéseinkben, a diskurzusokban, ott is például a kommunikációban, hogy igen, virágozzék, ezer virág, hallgassuk meg egymást, és közben fejlesszük egymást, de azért azt is lássuk be, hogy ha valaki a tájat mondjuk egy hegytetőről nézi, az többet lát belőle, mint az, aki a hegy lábán áll. És ez alázat, hol a helyem, stb. Elfogadja magam, elfogadja másokat, és ez a mások másságához is kapcsolódik. Hát dióhéjban ennyi, de és ez tényleg dióhéj, és szerintem ez is elég hosszú idő volt, de hát az előadásomban, ami a YouTube-on fönn van, ott azért majd 2 órát beszélek erről, és még készülök kisebb videókban az év során. Eszembe jutottad a fát, mint példát, hogy ugye a fán is, hogyha mondjuk egy nagy fa lenne az egész emberiség, vannak olyan ágak, amik nem hoznak termést, vannak olyan ágak, amik sok termést hoznak, vannak olyan termések, amik előbb érnek, később érnek, megbetegednek. Igazából mindennek rendje és helye van itt a világ sokszínűségében. A másik az volt, ami az eszembe jutott, hogy ennek a világnak igazából egy rossz helynek kell lennie ahhoz mindig, hogy a szeretet és az igazi értékek fel tudjanak értékelődni mindig, és megvágyva legyenek, és tiszta szívből legyenek utána megteremtve. Én nagyon szépen köszönöm, Zsolt, neked ezt a csodálatos, részletes előadást, bemutatását annak, hogy igazából milyen energiák, milyen folyamatokat támogatnak itt a 2024-es évben, ami azért nagyon jó, mert hogyha valaki ehhez csatlakozik, ha valaki ezeket fontosnak véli, a saját fejlődése, a pszichológiai megérése érdekében, hogy jobb ember legyünk, hogy egy jobb társadalom legyünk, hogy ezt a krisztusi szeretetet realizálni, mi tegyük valósággá itt ebben a fizikai világban, akkor, hogyha ezt elkezdi követni, akkor ennek a csoport erején keresztül tud haladni. Tehát az egész csoport energiája és ereje megkönnyíti ugye a személyes fejlődést is. És akkor ezért is nagyon fontos ez, hogy eljöttél, mert ez egy olyan térkép lehet, ami nem csak szimplán egy térkép, hanem azt az erőt is, azt a támogatást hozzá tudja tenni, ami szükséges a munka megkönnyítéséhez. Köszönöm, hát úgy legyen. Köszönöm szépen, Zsolt, úgy Köszönöm legyen. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és szeretettel kívánom a nézőknek is, hogy minél inkább belül ezt ki a saját lépcsőfoka szerint meg tudja valósítani, mert az a lényeg, mert akkor lesz jobb kollektíven is, és a jövőnkben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják viszontlátásra.